a fél évszázadon. A pilóta képzés 56. születésnapját ünnepelték a Nyíregyházi Egyetemen. Segítség a szülőknek, közel 500 millió forintból 3 csoportszobás új óvoda épül Geszteréden. Kölcsei öröksége, legyen a vármegye a himnusz földje, ezt szeretné elérni a vármegyei önkormányzat Kölcsei Ferenc műve születésének 200. évfordulóján. A pilóta képzés 56. születésnapját ünnepelték a Nyíregyházi Egyetemen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Az elmúlt fél évszázadban a képzési struktúra igen, de a szak népszerűsége semmit sem változott. Az ünnepi eseményen a legelső és az 56. évfolyam hallgatóit is köszöntötték. Kifutó pálya alakú tortával készült a Nyíregyházi Egyetem, hogy megünnepelje a pilóta képzés 56. születésnapját. Egy ünnepi esemény egyik kulcspontja mindig a készfogás, ám ezúttal nem csak a tisztelet és köszöntés jelképe volt ez. Ezzel a Nyíregyházi Egyetem pilótáinak több évtizedes tradíciókkal rendelkező közösségének tagjává fogadták a fiatalokat. Ez az idő számos változást is hozott a képzés életében. Egyrészt a képzés struktúrája, a képzés célja is megváltozott, hiszen a kezdetek kezdetén mezőgazdasági pilótákat képzett az akkori főiskola, majd az idők szavát megérezve átálltunk a kereskedelmi pilóta képzésre, és az elmúlt évtizedekben már kereskedelmi pilótákat képzünk, tehát a légitársaság számára adunk szakembereket. És ennek megfelelően a képzés struktúrája is változott, az érdeklődés pedig azt kell mondjam, hogy töretlen, sőt egyre inkább növekvő, és olyan létszámaink vannak, amelyek a korábbi években, évtizedekben nem voltak jellemzőek. Egy-egy évfolyamunk akár a 25 főt is eléri ma már, és amiben egyedülállóak vagyunk még országosan, az az, hogy nem csak BSC, tehát alapképzési szinten, hanem úgynevezett felsőoktatási szakképzésben is folytatunk ma már pilótaképzést. A képzés első fázisában sok minden kiderül, például, hogy valóban pilóta szeretne lenni valaki, és hogy alkalmas-e rá. Jó alapokkal jönnek be a képzésre, és ez garantálja, plusz a sok tanulás, hogy a szorgalom, a odafigyelés részünkről, megfelelő számú órarepülése, hogy jó képességű pilótákat bocsássunk ki. Hisz mindenki azokat a feladatokat végrepül az iskola rendszerben, ami elő van írva, sokat repülnek nappal, éjszaka egyedül, 300 mérföldes útvonal egyedül, más repülőiskolákban ma Magyarországon nem nagyon engedik el a hallgatóit repülni, hisz nem bíznak benne. Nálunk mi ezt megkapják tőlünk, és a végeredmény pedig bizonyítja azt, hogy Magyar Honvédségtől a légitársaságokig mindent megállják a helyüket. A végzettek 98%-a pilótaként folytatja a pályafutását. Sokszor olyanok választják ezt a karriert, akik már gyerekkorukban megfertőződtek a repülőgépek szeretetével. A legfontosabb emlékem az 4 éves koromhoz kötődik, mert hogy elrepült a házunk felett hihetetlen alacsonyságban az akkor még működő, Nyíregyházáról is működő utasszállítógép. Ami ezután történt, az hosszú történet lenne, viszont az első igazán nagy kedves emlékem, hogy felvettek ide. Egyetlen Szabolcs megyeiként, és mindenképpen kicsit megilletődésre késztett, hogy voltam olyan szerencsés, hogy az első évfolyamban sajátíthattam el hivatásként is az általam annyira szeretett repülést. András később a fejlesztés irányítás vezetője lett annak a repülőtérnek, amelyen nevelkedett. Az ő munkája mellett lett szilárd burkolatú pálya és műszeres megközelítési rendszer a Nyíregyházi repülőtéren. Így tudtak aztán közforgalmú pilótákat képezni, ma pedig már a 21. század igényeinek megfelelően végzik ezt a tevékenységet. Ez pedig jó példa az első éves hallgatóknak is. Én először 12 éves koromban repültem, és rögtön az első utam az Rodoszra vezetett, és akkor előtte nagyon féltem a repülésre, nem is akartam felülni a gépre, de akkor hirtelen, amikor elindult, elkezdtünk gyorsítani a kifutópályán, akkor egy teljes adrenalinbomba igazából így teljesen megváltoztatta így az egész szemléletemet, és azóta tudtam 12 éves korom óta, hogy én pilóta szeretnék lenni. Ugye el is kezdtem tanulmányozni ezt a szakmát, magát a hivatást, majd aztán ugye már, amikor már ugye a gimnázium közepe felé jártam, akkor keresgettem egyetemmel, mint tovább tanulás után. Hát a Nyíregyházi Egyetemnek ugye rögtön már a szembetűnő volt, hogy ugye 55 éves hagyománya volt akkor, tehát egyből tudtam, hogy akkor ez egy megbízható képzés lesz, ahol
ahol rendesen mennek a dolgok, ahol belátható, hogy mi lesz a karrierünk, hogy mi lesz a jövő, úgyhogy számomra egyértelmű volt a választás. Bálint már azt is tudja, hogy melyik légitársaságnál szeretne először másodpilóta, majd kapitány lenni. De nem minden leendő pilótának voltak gyerekkorától ilyen konkrét és határozott elképzelései. Az 56. évfolyam egyetlen női tagjának friss a pályaválasztás élménye. Én őszintén nem nagyon különböztetem meg azt, hogy a férfi vagy a női pilótákat, szóval bennem ez így nem fogalmazódott meg, hogy egy nő miért pont ezt a szakmát választja. Én igazából másfél éve, vagy két éve kezdtem el vitorlázó repülni, és ott az első egyedüli repülésemnél döntöttem el igazán, hogy én szeretném ezt tovább folytatni, és egy nagygépes karrierbe belekezdeni, és ezért választottam a Nyíregyházi Egyetemet, hiszen itt már ugye több mint 55 éve megy ez a képzés, és ezért egy biztos jövőt adhat majd a céljaim felé. Az ünnepségen elhangzott, az oktatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a következő fél évszázadban is Nyíregyháza maradjon a pilóta képzés fellegvára. Három csoportszobás új óvoda épül Geszteréden, amelynek a közelmúltban tették le az alapkövét. A közel 500 milliós beruházáshoz az állam is hozzájárult, 168 millió forinttal. A mai kor elvárásainak megfelelő, kényelmes intézményt a tervek szerint jövő év augusztusában vehetik majd birtokba a gyerekek. Ugyan a falak már állnak, de letették az új katolikus óvoda alapkövét Geszteréden. Törő András intézményvezető elmondta, a régi álmuk teljesül. Ma ünneplünk, hiszen az új óvodánk épületének alapkőletétele valósul meg. Fenntartónk, Palánki Ferenc püspök atya nagyon jó és bölcs gazdaként nyújtott segítő kezet, amikor felmerült annak az igénye és szükségessége, hogy óvodánk a régi elavult, korszerűtlen épülete helyébe modern, 21. századi épületet varázsoljon. Minden gyermeknek megfelelő gondoskodás, figyelem és nem utolsó sorban megfelelő környezet kell ahhoz, hogy fejlődhessen. A fiatalok helyben maradását munkahelyteremtéssel és a fiatal kisgyermekes családok számára megfelelő nevelési, oktatási intézményekkel lehet elősegíteni, fogalmazott a település polgármestere. A beruházás illeszkedik Geszterék község önkormányzatának településfejlesztési tervéhez is, hiszen növeli a település lakosság megtartó képességét, vonzóvá teszi Geszterédet az ide települők részére, a magas színvonalú szolgáltatás révén, és hozzájárul az élhető község kialakításának folyamatához. Az 500 millió forintos beruházáshoz Magyarország kormánya is hozzájárul 168 millió forintos állami támogatással. Csak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében három új óvoda épült 250 férőhellyel. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a mai fiatalok egy olyan felgyorsult világban élnek, amiben nehéz döntéseket hozni, nehéz elköteleződni. A nevelésnek pedig ebben óriási szerepe van. Tulajdonképp ennek az egyik része az, amit a katolikus egyházzal is és más felekezetekkel közösen megkötöttünk, szerződéseket, illetve terveket mondjuk így, hogy szőttünk, aminek eredményeképpen a katolikus egyház is egy óvodaprogramnak a részese lehetett. És ezen belül, hála Istennek, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye is három új óvodát építhet, illetve építhetett. Megint csak köszönöm szépen püspök atyának és munkatársainak, hiszen ezzel 250 új férőhely jön létre, ami olyan óriási nagy dolog, és ezzel tulajdonképp csatlakoztak ahhoz az országos programhoz, ami a katolikus egyházon belül 13 ezer vagy új férőhelyet, vagy pedig megújuló férőhelyet jelentett. Óriási nagy dolog ez. Legyen a vármegye a himnusz földje. Kölcsey Ferenc művének 200 éves évfordulóján szeretné a vármegyei önkormányzat, ha Szabolcs-Szatmár Bereget úgy is azonosítanák az országban, mint az a föld, ahol a magyar nemzeti hitvallás született. Erről beszélt egy fehérgyarmati konferencián Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. Tablókon is megismerhették Kölcsey Ferenc életét és a reformkort az érdeklődők fehérgyarmaton. Kölcsey örökségéről rendeztek tanácskozást a városban. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke azt mondta,
irodalmi emlékekben is kifejezetten gazdag a térség. Régi adósságokat törlesztettünk azzal, hogy a Vármegyeháza előtt, hogyha Nyíregyházán jártok, akkor 2006 óta van Kölcsey szobra. A Haza minden előtt ezzel a kiegészítéssel egy tört oszlop mellett áll Kölcsey, ahogy őt megszoktuk. És hát vannak más irodalmi nagyságok is a Vármegyéből, majd említessük meg csak Besenyeit, akiről a nagy termünket elnemeztük. A nagy terem, a díszterem előtt egy mellszobrot állítottunk Besenyeinek, és hát számos más irodalmi nagyság van a Vármegyénkből, illetve a megyénkből, a három vármegye rész valamelyikőből, hiszen mi három korábbi vármegyének a örökségét ápoljuk. Beregét, Szatmárét és Szabolcsét. A konferencián arról is beszélt az elnök, hogy tájékoztató plakátokat is kihelyeztek közterületekre, amelyek jelzik, hogy Vármegyénk az a föld, ahol a himnusz megszületett. Szeretnénk ezt a himnusz földjét, ezt magunkra aggatni, mint egy jelzőként. Tehát, hogy mi büszkék vagyunk arra, hogy nem csak zöld megye vagyunk, meg turisztikai értékekben gazdag megye vagyunk, hanem egyenesen a himnusz földje, a himnusz vármegyéje vagyunk, hogyha valóban megyünk az ország, és ezt tudatosítani magunkban, és aztán az egész országban is, sőt, ahol magyarok élnek, ott mindenhol, a határainkon túl is, hogy ezt viseljük büszkén, és tudatosítsuk magunkba, higgyük el, legyünk rá büszkék, hogy mi a himnusz földjén élünk, és ennek a örökösei vagyunk. Persze ez több éves vagy több évtizedes munka lesz, mire ezt a himnusz földje jelzőt, ezt nem csak magunkra akadjuk, hanem tudjuk minden izében vállalni, és kialakítani az ehhez kapcsolódó további programokat, további eseményeket, és több évtizedes munkával ezt tudatosítani tudjuk az országban, hogy mi, ha Fejérgyarmatról megyünk, akkor a himnusz földjéről jöttünk. A konferencián történészek és irodalmárok is előadást tartottak Kölcsey emlékezetéről és a reformkor legfontosabb történéseiről. Számos menetrendi módosítást vezet be a Volán busz december 10-től. A munkába és iskolába járás lehetőségeinek javítása, a vasúti és autóbuszos kiszolgálás összehangolása, valamint az országos autóbusz vonalakon a hétvégi időszakhoz kapcsolódóan jelentkező utazási igények továbbra is megfelelő kiszolgálása a cél. A Volán busz tovább bővíti az eljutási lehetőségeket a járásközpontokban lévő munkahelyek, oktatási intézmények, egészségügyi központok, illetve kormányablakok kedvezőbb elérhetősége érdekében. Ez a változás érinti a Kálmánháza, Petőfi tag, Nyíregyháza vonalat is. A hagyományok, a gyökerek világában élek, és szeretem ezt a színes érzést, mondta bemutatkozójában Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye kulturális kicsi attaséja. Célja, hogy minél több embernek átadhassa ezt az érzést, a gyerekeken keresztül pedig a felnőttek is szívesebben és könnyebben ismerkednek meg vármegyénk értékeivel. 3 évvel ezelőtt mintegy kísérleti jelleggel indult el Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében a kicsi nagykövet és az attaség keresése. Az akkor elsöprő érdeklődés azóta sem hagyott talább, egyre több fiatal jelentkezik a tehetségfejlesztő kihíváshoz. Idén közel 20.000 negyedik, ötödik és hatodik évfolyamos diák jelentkezett, közülük vármegyénként egy nagykövetet és 3 attasét választanak. Közülük nemrég a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kulturális kicsi attasé mutatkozott be, akinek történelem tanára hívta fel figyelmét a versenyre. Brigitte úgy fogalmazott, ez komoly felelősség is számára. Nem csak az, hogy így kiálljak integetni így a színpadon, hanem hogy szeretettel átnyújtsam azokat az értékeket más embereknek, akik amiről szól, mert ez a feladatom, hogy átadjam az értékeket másoknak, persze nem ilyen erőszakkal, hanem így jó szeretettel. Szeretettel, hogy ők is megértsék, és tényleg úgy gondoljanak rá, hogy ez egy nagy dolog, amiről szó van.
A kicsi nagykövet verseny mellett más programok és vetélkedők is vannak a vármegyében. Ezek mind ugyanazt a célt szolgálják, hogy a fiatalok jobban megismerjék lakóhelyüket, történelmi múltunkat és minőségi időt töltsenek együtt. Mindenről aztán játékos tudáspróbákon adnak számot. A tapasztalata az egyébként, hogy ez a legrövidebb út a kultúra iránti elkötelezettségnek, vagy a hagyományok iránti elkötelezettségnek az átadására, hogyha a gyerekeket szólítjuk meg, és ők nagyon fogékonyak tudnak lenni. Ezért örülünk annak, hogyha a vetélkedőket tudunk megszervezni, éppen van most is folyamatban ugye az értékes barangolásnak a következő fordulója, ahol ugye az online forduló után megvannak azok a csapatok, az a 9-9 csapat általános és középiskolás kategóriába, aki a középdöntőkben a jövő év elején megmérettetheti magát, és aztán reméljük, hogy majd országos szinten is viszi, majd Szabolcs-Szatmár-Beregvár megye hírnevét. Az általános iskolások Nyíregyházáról, Tisza-Szalkáról, Szorgalmatosról, Rohodról, Kisvárdáról, Vajáról, Nyírmegyesről és Kálmánházáról mérik majd össze a tudásukat. Középiskolások pedig Nyíregyházáról, Fehérgyarmatról, Vásárosnaményból, Máté-Szalkáról és Kisvárdáról jutottak tovább. Nem jutott tovább az amatőr labdarúgó válogatottak nyírbátori régiós selejtező tornájáról a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei válogatott. A Kis Tamás és Piskóti Zsolt által irányított együttes egy győzelem és egy döntetlen mellett kétszer szenvedett vereséget, így a harmadik helyen végzett az öt csapatot számláló mezőnyben. Három edzés és egy felkészülési meccs után vágott neki a tornának a szabolcsi együttes, amely a két évvel ezelőtti rendezvényhez hasonlóan szeretett volna tovább lépni a selejtező körből. A kétnapos program meglehetősen feszített volt, naponta két, kétszer 30 perces mérkőzés várt a csapatokra. A mezőny kiegyenlített volt, több meccsen is csak apróságok döntöttek, amelyek ezúttal nem a Kis Tamás és Piskóti Zsolt által irányított hazaiaknak kedveztek. Én azt hiszem, hogy megfelelően felkészítették a szakemberek a játékosokat, mind a szakmai stáb, mind a játékosok hozzáállása az példamutató volt. A játékkal a tornán a második mérkőzés kivételével, Nógrád mérkőzés kivételével szerintem nem volt probléma, hogy az első találkozót szombat reggel megnyertük Heves ellen, aztán a második mérkőzésen valóban Nógrád jobb volt nálunk, megérdemelten győzött 2-0-ra, ennek ellenére vasárnap a Borsod ellen, aki addig ugye 100%-os volt, fantasztikusan játszottak a fiúk, több góllal nyerhettünk volna, három kapufát rúgtunk, 11-est hibáztunk, sajnos ez nem fért bele, és ugye miután 0-0-ás döntetlenen ért véget az a mérkőzés, és eldőlt, hogy Borsod az első, az teljesen törvényszerű, hogy egy óra múlva eserékes Hajdú elleni mérkőzésre elkeseredtek már a srácok, és nem tudtak úgy felpörögni. Ennek ellenére a Hajdú mérkőzés második félidejében is több ajtóablakzicserünk volt, két kapufát rúgtunk. Egyszerűen be voltunk oltva gól ellen, ahogy azt beszéltük is, kettő rúgott góllal nem lehet megnyerni egy öt csapatos tornát. Bár a továbbjutás elmaradt, a rendezőknek nem kellett szégyenkezniük a vendégek előtt. Mindenféleképpen meg kell említenem a kollégáim segítségét és munkáját is az egész tavon szervezésbe, az előmunkába is és a helyszínen is. Mindkét nap a megyei igazgatóság kollégái kitettek magukért, ahogy kitettek a nyírbátoriak is. Külön ki szeretnék emelni három személyt is. Erdei Zoltánt, aki ott a pályán tényleg mindent megtett és leste a csapatok kéréseit, minden csapatnak öltözőket biztosított a szombati napon, a szabolcsi csapatnak a két meccs között kimosta a szerelését, úgyhogy friss meleg szerelésbe játszhattak a fiúk, valamint folyamatosan hozta a forró teákat a csapatoknak. Makai Robin szervezésben bármi probléma adódott, azonnal lépett, és tényleg nagyon nagy segítség volt, valamint a Tóth Krisztián, aki ugye szállította a mi csapatunkat is, és az utolsó nap például a Heves csapatát is a szállás és a pálya között, úgyhogy első szóra ők is, és tényleg nagyon lelkiismeretesen segítettek. Ennek köszönhetően úgy gondolom, hogy ez a szervezés nemhogy méltó volt, hanem kimagasló volt a régiós tornák eddigi tapasztalataihoz képest. Tényleg csak pozitív visszhangot hallottunk bármelyik igazgatóságtól, bármelyik játékvezetőtől, úgyhogy a szervezés az kitűnő volt. Sajnos a csapat teljesítmény az most egy picit alul maradt. Mondom, a hozzáállás előtt le a kalappal, de az eredményesség az most nem sikerült. A selejtező tornát a 10 pontot szerző borsodiak nyerték, így ők léptek a következő körbe. A második helyet Nógrád képviselői szerezték meg 7 ponttal, az egyaránt 4 pontos szabolcsiak és heves vármegyeiek előtt. A sort a 3 pontos hajdúságiak zárták. Most pedig híradónk végén jöjjenek főpírei még egyszer, röviden.
több mint fél évszázada oktatják a repülést a Nyíregyházi Egyetemen. Mint a születésnapi rendezvényen elhangzott, a képzési struktúra igen, de a szak népszerűsége mit sem változott az elmúlt évtizedekben. Az ünnepi eseményen a legelső és az 56. évfolyam hallgatóit is köszöntötték. Közel 500 millió forintból épül új óvoda Geszteréden, amelynek a közelmúltban tették le az alapkövét. A beruházáshoz az állam is hozzájárult 168 millió forinttal. A mai kor elvárásainak megfelelő, kényelmes, három csoportszobát magába foglaló intézmény a tervek szerint jövő év augusztusára készül el. A himnusz születésének 200 éves évfordulóján azt szeretné a vármegyei önkormányzat, ha Szabolcs-Szatmár-Bereget úgy is azonosítanák az országban, mint az a föld, ahol a magyar nemzeti hitvallás született. Erről beszélt a Kölcsei Örökség elnevezésű fehérgyarmati konferencián Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. Kedves nézőink, Önök december 7-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírműsorra a legközelebb holnap este jelentkezünk, most pedig hamarosan azt is megtudhatjuk, hogy folytatódik ez a borult időjárás, vagy sem. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Péteken nagyrészt erősen felhős vagy borult, több helyen párás, ködös időre számíthatunk. Szakadozott a felhőzet, inkább csak a nyugati és az északkeleti ország részben lehet. Legfeljebb hószálingózás, szitálás fordul elő itt-ott, napközben 1-3 fokot mérhetünk.